Több út is épül, illetve megújul Szekszárdon, ugyanis a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a város önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a terület és település fejlesztési operatív program keretein belül az országos közútak felújítására, illetve új bicikliutak építésére. A projektek pontosabban azt akarják, hogy Szekszárd északi részén a hatos úttól Szekszárd irányába a hatos út direkt ág a kemping előtti szakasz teljes felújításra kerül, ott már láthatják a közlekedést. A munkák nagy ütemben zajlanak. A második, harmadik szakasza a Szekszárd-Őcsindecs összekötő útnak két szakasza, ami a csörgetói csomóponttól gyakorlatilag a húsipari vállalatig fog menni, illetve a tejipartól az M6-os autópályáig. A negyedik, a 7 kilométeres Keselyüsi út teljes korszerűsítése az autópályától a Gemenci turisztikai központig. A felújítás pontosan azt akarja, hogy burkolatcserét végzünk, ahol szükséges, mert teherbírási problémák vannak ott, az alapokat is cseréljük, patka, vízelvezető rendszerek, illetve műtárgyaknak a felújítása történik meg. Ezzel párhuzamosan a 8,8 km hosszban új nyomvonalon új kerékpárút is épül, ami pontosan azt jelenti, hogy a tejipari vállalattól az M6-os autópályáig lesz az első szakasz, illetve az M6-ostól a Gemenci szabadidő központig lesz a második szakasz, teljes kiépítéssel és kialakítással. A szerződések szerint, illetve az uniós források program felhasználás szerint ez év végéig kell nekünk befejezni, ami azt jelenti, hogy a kivitelezők várhatólag októberre készülnek el a munkákkal, október-novemberbe kezdődnek meg a műszaki átadások, és évvégén le kell zárni a teljes projektet. A több mint 4 milliárd forintos beruházása a Tolnai Vármegye székhelyet köti össze az egyik legnépszerűbb turisztikai központtal, ahonnan két keréken Domboréig is el lehet jutni. Nagyon örülök annak, hogy ma is munkaterület átadáson vagyunk, mert tegnap voltunk a Palánki útnak a 1,6 kilométeres hosszú szakaszán, ma pedig itt vagyunk a Keselyüsi úton, amelyik két részből áll, egy 2 kilométeres részből és egy 8 kilométeres részből. Nagyon örülünk annak, hogy ez 4,3 milliárd forintból meg tud valósulni, és a leglátogatottabb turista központot fogja összekötni Szekszárd városával, a Gemenci erdőt, és amint képviselő úr is említette, hogy gyakorlatilag onnan még további lehetőségek vannak Domboriba való kerékpározásra, és a hídon való átjutás után, akkor egészen Bajáig is el lehet menni, aki érez magába annyi erőt és ambíciót. Gazdasági szempontból nagyon nagy jelentősége van, mert így biztonsággal tudják megközelíteni a járművek Szekszárd városát és az ipari parkot is. Másik része dolognak, amit meg kell említenem még, hogy Szekszárdtól az autópályáig most már nagyon sok üzem létesült, és bízom benne, hogy az ipari park is minél hamarabb be fog népesülni, és így az ott dolgozók is biztonsággal, kerékpárral is el tudják érni a munkáit. Jó munkát kívántunk a kivitelezőnek, és bízunk benne, hogy a vállalt határidőre a munkát el tudják végezni. Horváth István Tolna Vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, ezzel a fejlesztéssel Szekszárd belvárosa gyakorlatilag össze lesz kötve az országos kerékpárút hálózattal. Most megkezdett beruházás egy régi adóssága az államnak a Szekszárd és térségében élő emberek számára, hiszen az úgymond Keselyüsi út, ahogy mi helyiek hívjuk, ez nem más, mint Szekszárd felől a Gemesznek a kapuja, és a jelenlegi állapot ennek a bekötő útnak, ez nem csak balesetveszélyes, hanem szinte használhatatlan is. A mostani beruházás az közel 10 km hosszban újítja meg Szekszárd belvárosától teljes egészében a Keselyüsi utat, illetve ezzel párhuzamosan egy kerékpár utat is építünk ki. Ezzel a kerékpár úttal gyakorlatilag Szekszárd belváros összehez kötve az országos kerékpárút hálózattal, hiszen ezen ki kerékpározva a Gemencig, a Gemenci töltésen egészen Bajáig, Bács-Kiskun megyébe lehet balesetmentesen kerékpározni, illetve ezen útszakasszal
a turisták számára is jobban meg tudjuk nyitni a Gemenci erdőt és térségét, hiszen sokan jönnek sétálni, körbenézni, kisvasutazni, adott esetben egészen a Dunáig lemenni ezen az úton. És ami fontos, hogy az autópálya és a város közötti szakasza az erősíti a szekszárdi gazdasági szerepét is ennek az útnak, hiszen minden autópálya M6-os lejáró jó állapotban van. Ez az egyik legforgalmasabb, de legrosszabb állapotú leágazás, így ez is teljes egészében meg fog újulni. Maga a beruházás az több mint 4 milliárd forintba kerül, közel 10 km utcakasz és kerékpárút. A beruházást az 2023 évvégéig át kell adni. Teljes egészében magyar beruházók és térségi alvállalkozók végzik a munkákat.